Jó estét kívánok, köszöntöm Bajnai Gordon volt miniszterelnököt, az Együtt 2014 PM Választási Szövetség vezetőjét. Szerintem nem gondolta Konrád György, amikor a múlt heti 168 órában nyilatkozott, és azt mondta, hogy elég volt a tötyörgésből, mötyörgésből, tessék most már leülni, tárgyalni, hogy ilyen gyorsan valóra válnak az álmai. Ma ön közzétette a programot, hogy júniusban el kellene kezdeni végleg a tárgyalásokat a szocialistákkal. Erre Mesterházy Attila, hogy úgy mondjam, beellőzött, és azt mondta, minek vesztegetünk itt két hónapot? Jöjjenek oda hétfőn 10-re a Jókai utcában, mindenkit szeretettel vár. Ön meg azt mondta, nem megy a Jókai utcába, mert akkor elvesztenék a választásokat. Hát ezt én nem értem. Nézd, én tettem egy ajánlatot ma reggel, amikor tegnap éjjel fél egykor elengedtem a számítógépemről az utolsó verzióját ennek a cikknek, amin jó ideje gondolkodom. Akkor az általam ismert álláspontja az volt még a szocialista pártnak, hogy idén decemberben vagy jövő januárban kell majd az egyeztetéseket lefolytatni. Ehhez képest az volt a szándékom, hogy egy alaposan végig gondolt menetrendet javasoljak, hogy hogyan kell módszeresen végigmenni, és a jó kormányzás elé egy jó összefogást kötni. Mert gyenge összefogásra, vagy végig gondolatlan összefogásra nem lehet jó kormányzást alapozni, meg nem is lehet legyőzni vele a Fideszt. Na de ha hétfőn oda mennének, akkor mi az, hogy végig gondolatlan összefogás? Hát arról beszélek, hogy még nagyon sok házi feladatunk van. Na, ma. Ezt kezdjék el hétfőn megbeszélni. De nem az a házi feladatunk, hogy megbeszéljük a dolgokat. Még ahhoz, hogy jól tudjunk beszélgetni, hogy meg tudjunk állapodni, az el kell végezni a munkánkat. Ha most ott ülnénk együtt az MSZP-vel, akkor sem lenne összesen elég szavazónk ahhoz, hogy komolyan kihívjuk a Fideszt. Na, de ha látják az emberek, hogy végre leültek kamerák előtt, még ha nem is történik semmi, már akkor valamiféle reménysugárt adnak azoknak, akik abban bíznak, hogy önök majd egyszer a végén csak megállapodnak. Lehet, hogy ma június 16-án fognak megállapodni. De legalább látják, hogy elkezdődött valami. Ezt az esélyt miért nem adja meg? Félreérti. Éppen azért írtam ezt a cikket, mert szoktam én Mesterházy Attilával időnként beszélgetni privát egy kávé vagy egy kóla mellett. Mikor volt ez utoljára? Hát olyan 2-3 hete. Akkor nem mondta, hogy Gordon, gyere már hétfőn 10-re a Jókai utcába, és kezdjük. Nem, ez a kérdés sem került elő a beszélgetésen, de nem akarok a beszélgetésünkből kiadni részleteket. Inkább hogy mondjam azt, hogy éppen azért írtam ezt a levelet, nyílt levelet, vagy cikket, vagy ajánlatot, mert azt szerettem volna mondani, hogy későn lesz a december, meg a január, akkor veszítünk. Ha viszont nem végezzük el a házi feladatunkat, hogyha nem tudunk eljutni az országba azhoz a rengeteg elbizonytalanodott szavazóhoz, aki ma sem szavazna, akkor szintén nem nyerünk. Ezért most hétfőn még nem az a dolgunk, hogy formális tárgyalásokat kezdjünk. Egyébként boldogan iszom egy kávét bármikor Attilával. Hát együtt dolgoztunk annak idején, ő volt a frakcióvezető, mikor én voltam a miniszterelnök. Nem ez a kérdés, és ez meg is szokott történni. Hanem arról beszélünk, hogy mikor van itt az ideje annak, hogy elkezdjünk tárgyalni. És én azt mondtam, hogy későn lesz decemberben, legkésőbb október 23-án már teljes vértezetben ott kell állni egy ellenzéki együttműködésnek. Mondjuk ki, mert azok, akikre ön hivatkozott az előbb, hogy bizonytalanok és szeretnének már valamit látni, oszlassuk el a bizonytalanságot. Összefogásra szükség van, összefogás nélkül se Orbán Viktor rezsimjét nem fogjuk leváltani, és utána nem is tudnánk jól kormányozni. De ahhoz, hogy az összefogás sikeres legyen, ahhoz először a legfontosabb feladat, legalábbis én abban a politikában hiszek, hogy a mi politikai ajánlatunkat, azt vigyük el a választókhoz. Ezt szeretném megtenni a következő hetekben. Mondjuk el nekik, hogy konkrétan miben különbözik az ön politikai ajánlata az MSZP-től? Hát ez ki fog derülni. Akkor, legkésőbb akkor, amikor leülünk majd tárgyalni. Igen, de látja, hétfőn is kiderülhetne. Nem. És éppen ebben nagyon nagy véleménykülönbség van közöttünk. Én azért gondolom, hogy Magyarországon új politikai korszakra van szükség, mert nem az a kérdés, hogy mi leültünk egyébként tényleg 200 szakértővel, elkészítettük a programjainkat, és most mondjuk a tutit. Megcsináltuk ezt a programot, a legjobb szakértők dolgoztak rajta. De el kell mennünk a választókhoz, el kell mondani nekik, hogy mit gondolunk, meg kell őket hallgatni, és az ő véleményük ismeretében az ő mandátumokkal tudunk leülni. A mi választóinknak, meg bárkinek legyen MSZP támogató, vagy más, aki odajön a mi fórumunkra, elmondja a véleményét, én azzal a felhatalmazással szeretnék leülni. Éppen azért van annyi bizonytalan Magyarországon, mert elegük van abból, hogy a fejük fölött meg a hátuk mögött politizálnak, hogy politikusok leülnek egy sötét szobában és megalkusznak pozíciókról, meg programokról. Szerintem ezt el kell végezni, mert nem lesz elég szavazónk, nem lesz elég hittel eltöltött ember. Valószínűleg mi ebben nem fogjuk egymást meggyőzni, mert én nem vagyok politikus, én egy újságíró vagyok, és valahogy talán lehet
hogy én közelebb állok az emberekhez, mint a politikusok, de én úgy látom, meg aki talán ilyen lélektani dolgokkal foglalkozik, hogy az nagyon jól esett volna az embereknek, hogyha mondjuk egy ilyen felajánlás van, hogy hétfőn 10-kor mindenki menjen oda, oda mennek, tartanak egy formális egyórás beszélgetést, majd utána ott megállapodnak, mindenki elmegy a maga választóihoz, megpróbálja őket meggyőzni, és majd találkoznak, mit tudom én, egy hónap múlva. De én úgy érzem, hogyha csak június 16-án fognak találkozni, június 16-tól nyári szabadság, mindenki elmegy a tengerpartra nyaralni, október 23-áig már nagyon kevés idő lesz csak hátra. Éppen azt javasoltam, hogy mi ne menjünk el szabadságra, hanem dolgozzuk végig a nyarat, mert az összefogás létrehozása az a közös felelősségünk, és összefogás nélkül nem fogunk győzni. Ezért javasoltam, hangsúlyozva, felgyorsítani a korábbi menetrendet. De én átgondoltam nagyon alaposan ezt a dolgot. És azt gondolom, hogy több dolgot el kell végezni júniusig. A mi dolgunk, mert mi egy új párt vagyunk, alig 4-5 hetes, hogy elmenjünk a választókhoz, és elmondjuk nekik, hogy mit kínálunk, milyen Magyarországnak, milyen Magyarországot szeretnénk, és megkérdezzük őket erről. Én ebben a politikában hiszek, tudom, hogy ennek nincs valódi gyakorlata, hogy ennek csak álegyeztetések és álkonzultációk vannak itt elsősorban a Fidesz oldaláról. Én egy valódi országjáró utat szeretnék, amiben ezt megbeszéljük a De ezt már gyakorlatilag elkezdte, és hát már én nem tudom, hány ilyen lakossági fórumot tartott. A nagy különbség, hogy most viszont eddig arról beszélgetünk, hogy mit kéne csinálni, most a programot fogjuk megmérni a választóinkkal. És tudja, még egy fontos dolog van, nem csak a választóinkkal. Az a feladatunk, hogy a bizonytalanokhoz jussunk el, akikkel ön beszél, akik nagyon szeretnének minket együtt látni ott, azoknak a döntő többsége nem a bizonytalanok, hanem azok, akik már szeretnék, hogy ez a dolog menjen. De ha bizonytalanokat kihagyjuk ebből, ha nem nyerjük vissza az emberek hitét a politikában, akkor nem lesz kormányváltás, és nem lesz korszakváltás Magyarországon. Én pedig azért jöttem vissza a politikába, hogy ezt megcsináljam. Ebben a menetrendben azt írja le például, hogy az együttműködés azonnali bejelentése nem oldja meg az ellenzék előtt álló feladatokat, tehát gyakorlatilag azt mondja, amit most elmondott. Előbb az ellenzék erőinek kell külön-külön megoldaniuk a maguk ügyeit ahhoz, hogy képessé váljanak az együttműködésre. Emögött az van, hogy ön még nem tisztázta le a Millával meg a Szolidaritással azt, hogy ez majd hogy lesz, hiszen a maguk ügyei az erre vonatkozhat az én értelmezésem szerint. Nem félreértés akkor, és akkor jó, hogyha ezt pontosíthatom. A magunk ügyei, az kétféle van nekünk, meg van az MSZP és a körülötte szerveződő összefogásnak az ügyei, mert az ellenzék ma két kristályosodási pont köré szerveződött az elmúlt hónapokban, ami nagyon komoly fejlemény, mert tavaly októberben még arról volt szó, hogy kell-e összefogás, most pedig két ilyen kristályosodási pont van. A mi oldalunknak az az ügye, ahogy amit az előbb elmondtam, el kell mennünk a választóinkhoz. A másik, hogy azt az aktivista hálózatot, ami egyébként az általam vártnál sokkal gyorsabban bővül, épül, azt meg kell szerveznünk országosan, végig kell vinnünk ezt a folyamatot, hiszen kellenek a támogatók, az aktivisták ahhoz, hogy végül majd nyerni tudjunk. Ezzel a média fölénnyel, ezzel az iszonyatos, elsíbolt pénzügyi fölénnyel, amivel a Fidesz rendelkezik, csak akkor tudunk szembe menni, ha nagyon sok olyan ember, aki hisz a korszakváltásban, és hisz abban, hogy lehet Magyarországot jobban csinálni, mellénk áll. 10 000-en mondták eddig azt az elmúlt néhány hétben az Együtt 2014-nek, hogy ők aktivisták szeretnék lenni. Több mint 100 000-en odaadták az adataikat, hogy szeretnénk, ha beszélgetnénk velük. De őket meg kell szervezni egy erővé, és ez nem mástól veszel. Ez az erő, aki minket támogat, meg azok, akik most már az MSZP vagy más pártok körül vannak, ezeknek a közös célokért majd együtt kell dolgozni. Azt tudja, hogy ebből a 100 000-ből ezek hogyan tevődnek össze? Kik ezek? Lehet, hogy ezek ugyanúgy MSZP-sek, vagy baloldaliak, akik nem MSZP-sek. Honnan tudja, hogy ki van ebbe a 100 000-be? Nem lehet tudom, például az, hogy az MSZP-ből 50 000 ember oda szavazott, hogy ön azt higgye, hogy mennyien támogatják, aztán majd jól, hát hogy mondjam, meglepődik, hogy finoman fogalmaz. Tegyünk valamit tisztába, a 100 000 nem a szavazók száma, a szavazóink, a méresek szerint sokkal több van ennél. Sokkal több. Ez azok, akik megadták a Fidesz ellen propagandája ellenére, hazugságai ellenére, megadták a címüket, mert elég bátrak voltak hozzá. A 10 000 ember meg azt vállalta, hogy ő aktivista lesz. De én nem bánom, hogyha ők mással is szimpatizálnak, az csak megkönnyíti majd az összefogást, nem ez a
nem ez a kérdés. De hogy az valami... a kérdés, egy pillanatra még az, amit én felvetettem az előbb, hogy a saját házatáján kellene rendbe rakni a dolgokat a Millával, meg a Szolidaritással, mert gondolom, hogy amikor így együtt vannak, és ez most már a PM is csatlakozik, hát ha én ott ülnék valamelyik ilyen tömörülésben, én is megkérdezném, Gordon, amúgy egyébként, ha majd oda jutunk, nekünk hány helyünk lesz azon a listán, amiről te majd beszélni fogsz Mesterházi Attilával, mert mi úgy gondoljuk, hogy nekünk ennyi járna, a másikat nekünk meg amannyi járna, mi nem azért csatlakoztunk, hogy csak ennyit adjál. Ezekre a kérdésekre önnek ott a házon belül a maguk ügyeivel helyre kéne tenni ezeket a kérdéseket. De hallott olyat, hogy bármilyen probléma lenne, vagy vita lenne be a kérdés? Hát én hallottam arról, hogy bizonyos ilyen csatlakozók már megfogalmaztak bizonyos igényeket. Mert én nem hallok arról, hogy ebbe bármilyen vita lenne. Van egy nagyon világos terve, hogy dolgozunk, építjük ezt a hálózatot, ahogy mondtam, sokkal gyorsabban halad, mint tehát ön szerint nincs itt, ilyen. Én itt semmilyen problémáról nem tudok, se a Párbeszéd Magyarországgal, se a Millával, se akkor a akkor az, amikor azt mondja, hogy el kell menni, meg kell győzni a választókat, nincs-e mögött az, mert ezt is felvetik, hogy önök végül is még időzavarban vannak olyan szempontból, hogy még nem volt elég idejük ezt megcsinálni, és most azért nem akar bemenni a Jókai utcába hétfőn, mert hiszen még időt kell nyernie, még el kell mennie a választókhoz, azt a lépést kell megtenni, amit a szocialisták már rég megcsináltak, nekik már kiépült a infrastruktúrájuk, ott van az 1 millió biztos szavazójuk, vagy még annál is több, őnekik már ott vannak a helyi pártszervezetek, ezt önnek mind meg kell csinálni legkésőbb júniusig. Hát persze, hogy meg kell csinálni, nem is kérdés. Hát ezért hetet akar csináltunk, várni, négy és ezért nem akar oda menni. 4 hetet csináltunk egy pártot. Azért, hogy csináltuk ezt a mozgalmat tavaly októberben, mert úgy láttuk, hogy a meglévő ellenzéki pártok, még ha összeadnánk, akkor sem rendelkeznek megközelítőleg sem annyi szavazóval, amennyi ahhoz kell, hogy leváltsuk a Fideszt, miközben elképesztő mennyiségű, rekord mennyiségű ember nem tudja, hogy kire szavazzon Magyarországon. 2010-ben a Fideszre szavazott, mert mindenáron valami változást akart, most már abban is csalódott, és nem nagyon hiszi, hogy még érdemes neki politikával foglalkozni. Azért jöttem vissza, mert szeretném, hogyha a politika becsületét helyreállíthatnánk Magyarországon. Ezt a munkát el kell végezni, ezt végezzük becsülettel. Most 5-600 000 szavazót mérnek közöttünk a különböző mérő ügynökségek, akik ezzel foglalkoznak. Ez azt mutatja, hogy a semmiből 4 hónap alatt, 5 hónap alatt már ennyien mögénk álltak. Miközben nem csökkent semmivel az MSZP támogatottsága az elmúlt 2 évben, ahova beállt, azon a szinten van nagyjából. Igaz, hogy az nem igazán jöhetett jól, hogy 14-ről indultak, és most hát 10 alatt vannak. Nem, azt mondtam az elején, ez egy teljesen irreális mérés volt, mert az összemérte a különböző pártok mögött álló szavazókat, de ha megnézi, hogy ma hány szavazó van, nem vagyok egy elemző, politikai elemző, de azért ezt én is értem, ha összeadja, akkor már sokkal nagyobb a tábor, mint október 23 előtt, és úgy tűnik, hogy bővül. Tehát, vagy visszatérve a kérdésére, persze, hát el kell végezni a házi feladatot, erről beszélek az elmúlt percekben, de azt gondolom, hogy a másik oldalon is van még lecke. Hiszen ott meg alakul egy másik ellenzéki összefogás, most már 3-4 hónapja tárgyalnak egymással a szereplők, ott is tisztázni kell. De az MSZP kivel tárgyal? Hát ő összehívott egy tárgyalókört, programokról tárgyalnak hónapok óta, ön is tud róla. Igen, na ezekről mind tárgyaltak, és ez baj? Egyáltalán nem, pont azt, mert azt javaslom, én inkább azt adom bajnak, hogy önök az első problémakör megtárgyalás, ami az alkotmányosságra vonatkozott, utána közvetik, hogy nem hajlandók részt venni. Azért, mert azt gondoljuk, hogy és ezt ebben a cikkben is világosan leírtam, ha nem taktikázni akarunk, hanem tényleges, eredményes tárgyalást, és jó összefogást, és utána jó kormányzást csinálni, akkor nyilvánvalóan a két legerősebb erőnek kell először megegyezni egymásra, és minden más ezután következik. Erről szól a cikkben is, amikor azt javaslom, hogy most az MSZP meg az Együtt üljön le egymással legkésőbb június második felében. Ezért javaslom ezt, mert ez egy valódi tárgyalás. Mint ahogy, hogyha nem lennénk arra kényszerítve a Fidesz által, az ő általuk ránk erőszakolt választási törvény által, hogy a választások előtt kössünk koalíciót, akkor is valószínűleg a két legerősebb párt ülne le egymással egyeztetni az ellenzéki oldalról, immáron a szavazatok ismeretében. Ha már a Fideszt említette, ugye nem szűnik az a propaganda hadjárat, ami az ön karakter, már nem tudom, hanyadik karakter gyilkosságához vezetett, már akit ennyiszer meggyilkoltak karakterileg, az már nem is tudom, hogy tudnék bejönni a stúdióba és beszélni. Igen, karakterileg, de most egy tömegsírban fekszenek, azért azt hozzátenném. De most nyitott egy újabb frontot,
azzal, hogy közzétette, hogy milyen alapítványok támogatását élvezi, és milyen alapítványok voltak azok, vagy milyen cégek voltak azok, amelyek az ön alapítványára pénzeket befizettek. Ugye ezek között van kettő, a MOL és az OTP, amely általános meglepetést keltett, szerintem a kormány oldalon megrökönyödést is keltett, és ugye egyszer 10 és 10 millió volt két évvel ezelőtt, majd tavaly 15 és 30 millió, amit a MOL-tól, illetve az OTP-től kapott. Ha nem intim dolog ez, és tényleg minden transzparens, hogy tudta ezt elintézni? Hát, hogy mondjak, válaszolok a kérdésre, de hagyd kezdjem onnan, hogy tele van ezzel a sajtó, hogy mennyit kaptunk helyesen, azért hoztuk nyilvánosságra. Mi hoztuk nyilvánosságra, mi tettük fel a honlapra, mert azt gondoljuk, hogy ebben is korszakváltás kérne a magyar politikában, hogy mindenki súnyog ezekben az ügyekben, miközben én azt szeretném világossá tenni, hogy az általam létrehozott, két évvel ezelőtt létrehozott alapítvány, amely egyébként nem direkt módon politikai ügyekkel foglalkozik, hanem programokat készít Magyarország számára, jó programokat a mély szegénység felszámolásáról, az átlátható költségvetésről, vagy éppen most mi az elmúlt 20 év legátfogóbb oktatási programját készíti 40 szakemberrel, hogy ez az alapítvány kitől kér ehhez a közhasznú tevékenységéhez pénzt, azt mi nyilvánosságra hoztuk. Igen. És azt szeretném, hogyha azok, akik minket ebbe támadnak, a Jobbik, a civil összefogás, vagy álcivil összefogás fórum, hozza nyilvánosságra. Igen, de azért mégiscsak szeretném... pikáns, hogy a MOL meg az OTP adott önöknek pénzt. Azt szeretném, hogyha egy új korszak lenne a magyar politikában, és ennek az is része, hogy tudják a polgárok, hogy honnan van a pénz. Mi állami pénzt egy fillért nem kaptunk. Nagy magyar vállalatok, olyanok, akiknek a teljesítményére egyébként büszke Magyarország joggal. Én magam is büszke vagyok, mert 10 évvel ezelőtt részt, 15 évvel, már egyre idősebb vagyok, inkább közel 20 évvel ezelőtt részt vettem ezeknek a cégeknek a tőzsdére vitelében, és így abban, hogy ezek magyar irányítás alatt tudtak maradni, és magyar multikká váltak a régióban. Szóval ezek a cégek, akikre joggal büszke Magyarország, ezek úgy gondolták, hogy érdemes támogatni projektjeinket. Elárulom a titkot, elmentünk hozzájuk, és kértük, hogy adjanak ezekre a célokra pénzt. Ennél ők sokkal több pénzt szoktak adni sokféle célra. Nagyon megtisztelő, hogy minket támogattak, és mivel látták az első éves teljesítményünket, látták, hogy például a mély szegénységről egy olyan programot tettünk le, ami régóta nem volt Magyarországon, ezért következő évben, mikor kértünk, megint adtak. De azért ezek az összegek eltörpülnek aközött, mint mondjuk a ma megszólalt Németh Lászlóné ebben az ügyben, hogy megkérdezi a MOL-tól, hogy mennyi pénzt adott, de hát én meg hadd kérdezzem meg őt, mert ő végül is most a közszolgálja, hogy a századvégnek adott most már 5 milliárd forintot. Azt mire költik? Mert az adófizetők pénzéből megy, nem úgy, mint ezek a pénzek. Azért, ha ő ilyen sikeres, és elment a legfelső vezetőkig, ment el? Természetesen mindenki igen, többeket megkereste. Csányi Sándorral, meg Hernádi Zsolttal is tárgyalhatott akkor, vagy kellett, hogy tárgyaljon. Megkerestem őket, mert az ő jóvágyások nélkül nem utalják ki Bajnai Gorton alapítványának a pénzt. Persze. Igen. És akkor miben maradtak, hogy önöknek például mit kell teljesíteni ehhez? Mert ugye szokták mondani, hogy ingyen ebéd, az nincs. Tehát azt mondta, mit tudom én, Hernádi Zsolt, hogy kedves Gordon, adok most 15 milliót idén, de mit csinálj érte? De mit tudnék én érte csinálni akkor két évvel ezelőtt, amikor még a politikából is éppen kifelé vonulóban voltam? Egy dolgot tudok tenni, azt mondtam ezeknek az uraknak, egyébként nagyon sok mindenki mást megkerestem. Volt, aki adott kisebb összeget, volt, aki meg azt mondta, hogy ő nem ad, vagy nem mer adni, mert fél, hogy majd mit szól ez a kormány, mert mindenkinek utána nyúlnak. Hát lényegében ma is nyílt fenyegetéseket fogalmaztak meg ezekkel az állításokkal. De azt mondtam nekik, hogy én azon szeretnék dolgozni a következő években, akkor még nem gondoltam, hogy a direkt politizálásba visszatérek, hogy javasoljunk olyan programokat, amik túlmutatnak 4 éven, hosszú távra gondolkodnak Magyarország jövőjében, és megpróbálják ezt az országot rendbe tenni. És azóta az alapítvány az ezt csinálja. Szeretik összekeverni a direkt politizálással, de az nem ott folyik, hanem az egyesületben, illetve a most létrejövő pártban. Tehát abból a pénzből, amit a Hazai és Haladás alapítványnak a MOL meg az OTP ad, abból a politikai szövetség gyakorlatilag egy fillért se lát. Természetesen. Hát, hogyha megnézte a teljes sajtóközleményt, akkor az eleje az, hogy kitől kaptunk pénzt, a másik meg az, hogy kiknek adtuk, mire költöttük, és abban világosan kiderül, hogy kutatóintézetek, pedagógiai társaság, olyanok, akikkel programokat írtunk. Nagyon, nem csak abban voltunk átláthatóak, hogy kitől kapunk pénzt,
hanem attól, hogy mire költjük. Ezt szeretném, hogyha Magyarországon ez lenne a norma, és vége lenne végre a mutyinak, a súnyogásnak és a politikai korrupciónak, mert ez az, ami mérgezi a Magyarországba vetett hitet belföldön, és ezért többek között van annyi bizonytalan választó, aki már nem hiszi, hogy érdemes politikusra szavazni. Ha nem érti félre, akkor megkérdezem, hogy vállalna ilyen fundraising feladatokat a balliberális médiának is? Mert azok ezektől a nagy magyar cégektől hát morzsákat kapnak, ha egyáltalán. Hát ezek a pénzek, amiket az alapítvány kapott, szintén morzsának tekinthetők, ugye mondjuk egy médium föntartásához képes, de természetesen minden jó ügyért szívesen föllépek. Ez az ügy, az alapítvány az én személyes ügyem volt. 2 éve, 3 éve, amikor eljöttem a miniszterelnökségből, akkor azt gondoltam, hogy én annyit tudok tenni az országért, mert abba bíztam, hogy egyébként jól fogják kormányozni, hogy megpróbálok olyan programokat készíteni, amik a nagyon rövid távú politikai gondolkodáson túlmutatnak. És erről szólt ez az alapítvány, és ott fogtam össze sok volt kollégámmal, és abból lett az, ami majd egyébként az egyik legjelentősebb agytöröszt Magyarországon, a Haza és Haladás Alapítvány. Közel 200 szakértőt összefogva dolgoznak. Gondolom, hogy elhajlik ez elől a kérdés elől, mint választható, de azért csak megkérdezem, mert az egész közvéleményt végül is mindenféle programegyeztetésen és listaállításon kívül az érdekli, hogy ki lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Én azt kérdezem, hogy ön elfogadja Mesterházi Attilát miniszterelnöknek, és akkor ön a második helyen lépne bele ebbe az összefogásba, vagy ön csak azt tudja elképzelni, hogy ön legyen a miniszterelnök jelölt, és Mesterházi Attila lépjen bele második helyen az összefogásba? Szerintem ez a kérdés nem így merül föl. Ön úgy tette fel, hogy ki legyen az ellenzék közös miniszterelnöke. Ahhoz akkor először is kell egy ellenzéki összefogás. Ezt is leírtam ebben a cikkben, hogy most mindenki erről kérdezget minket, mindenki. Attilát is, meg engem is, meg más nevek is röpködnek a sajtóban természetszerűleg, ami teljesen normális. De hát ha nincs ellenzéki összefogás, akkor nincs miről beszélni, mert ellenzéki összefogás nélkül nem fogunk nyerni. A mi feladatunk és felelősségünk az, hogy mindent a közös győzelem és a jó kormányzás ügyének alárendelve, személyi ambícióinkat, pártérdekeinket is alárendelve, azt a megoldást keressük meg, amivel nyerni lehet, és akivel nyerni lehet. Aki képes Orbán Viktort kihívni, hozzá képest a személyben alternatívát teremteni, aki a választók számára hihető módon biztosítéka lesz annak, hogy utána jó irányba kormányozzák Magyarországot, és egy elég speciális feladat is van. Itt egy nagyon széles választói összefogást kell összerakni, hát látja éppen a bonyodalmak, amiről beszélt, igen, az erről szólnak. Nagyon sokféle választónak kell megegyezni egy szemében. Tehát azt kell megtalálnunk majd, vagy kettőnk közül, vagy más közül, de közösen majd az ellenzéknek, az ellenzék összefogásnak azt kell közösen jelölni, aki képes összefogni ezeket a választókat, legyőzni Orbán Viktort, és aztán jó irányba kormányozni Magyarországot. Ez a kérdés pedig csak akkor merül föl, ha azon a megfontolt módon végigmegyünk azon az úton, amit én javasoltam ebben a cikkben. Akkor se kapkodni, se tétovázni. Akkor június 16 előtt erre nincs esély. Én azt gondolom, hogy ennek valamikor nyár végén, ősszelején jöhet el az ideje, hiszen először meg kell állapodnunk programról és elvekről. Hiába fogunk össze személyben, hogyha nem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, akkor csak még nagyobb bajt okozunk, mint ami most van Magyarországon. Nézze meg, mi történt Szlovákiában, vagy Olaszországban korábban. Ezt a helyzetet el kell kerülnünk. Felelősek vagyunk Magyarország jövőjéért is. Köszönöm szépen. Köszönöm.